Lassan 2 éve fogadja ez a látvány az intenzív osztályra érkezőket a megyei kórházban. A koronavírus járvány elleni védekezés határozza meg a gyógyító munkát. Szondi Zita főigazgató azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy decemberben volt csúcson a 4. hullám. Azóta viszont egyre csökken a betegek száma. Ami tartósan magas volt az intenzív ellátási igényű koronavírusos betegek száma, de elmondhatom azt, hogy az utóbbi egy hétben itt is jelentős csökkenést tapasztalunk, tehát mind az általános, mind a súlyos ellátást igénylő betegek száma jelenleg mérsékelt. Körülbelül, hogyha össze akarom hasonlítani az elmúlt járvány hullámoknak a betegforgalmával, akkor a 2. hullámban körülbelül ugyanott tartunk, mint 2021. januárban, amikor a 2. hullám lecsengését észleltük. Ugye akkor nem ért véget a hullám, tehát január után, február első napjaiban elindult a 3. hullám, ami még magasabb csúcsot döntött, mint az előző. Most abban bízunk, hogy az oltásoknak köszönhetően és a lakosság egyre növekvő tudatos életmódjának és védekezésének köszönhetően az 5. hullám nem lesz ekkora. A járvány elleni védekezés miatt elsősorban bázisfinanszírozást kapott a megyei kórház, más tervezett ellátásra kevesebb lehetőség nyílt az elmúlt évben. Ennek ellenére a kórház gazdálkodása stabil, a dolgozók túlnyomó többsége pedig aláírta az új szerződését. A konszolidációt követően a kórháznak nincs lejárt tartozása, ki tudtuk egyenlíteni valamennyi szállítónkat, akinek valamilyen oknál fogva beragadt a számlája, tehát úgy tudjuk nyitni a 2022-es évet, hogy a kórház gazdaságilag stabilnak mondható, lejárt tartozásunk nincs, a likviditásunkat és a gazdálkodásunkat igyekszünk úgy irányítani, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Természetesen a makrokörnyezetet figyelembe kell venni, hiszen az áremelkedések, a szolgáltatásoknak, a díjainak az emelkedése meghatározza majd a következő évet, de ahhoz, hogy hosszabb távon is tudjunk majd ezen változtatni, ahhoz természetesen a járvány utáni időszakot meg kell várni, amikor is stabilizálódik a mi gazdálkodásunk is, várható a finanszírozásban is változás. Tavaly áprilisban érkezett modern röntgengép a kórházba az infarktusos betegek ellátására. Ezzel együtt 176 millió forintból tudtak digitális röntgengépeket beszerezni, és 5,8 milliárd forintot kapott a megyei kórház olyan műszerek beszerzésére, amelyeket most a COVID ellátásban használnak, de a járvány után az egyes osztályokra kerülnek. Ezek között vannak lélegeztető készülékek és mobil röntgenek is. Emellett uniós forrásból tervezték a sebészeti tömb, valamint a nagy STK energetikai felújítását. Szondi Zita főigazgató műsorunkban jelentette be, hogy más forrásból most nem csak energetikailag tudják korszerűsíteni az STK épületét, de a teljes belső felújítást is el tudják végezni. Néhány nappal ezelőtt kaptam a hírt, hogy a járóbetegellátás fejlesztés keretében szintén van egy olyan országos keret, amire pályázni fogunk, és a járóbeteg épületünknek a belsejét is szeretnénk felújítani, hiszen azt gondolom megérdemlik az ott dolgozók, és megérdemli a lakosság is, hogy egy magasabb környezet szempontjából egy magasabb színvonalú épületben gyógyuljanak. A korszerűsítési munkát szeretnék még ebben az évben elindítani. A munkát úgy fogják megszervezni, hogy a betegellátás közben biztosított legyen.